Összesen 4 kórház büszkélkedhet azzal az országban, hogy önálló énekkart működtet. Közéjük tartozik a Bácskiskun vármegyei oktatókórház, amelynek Madrigál kórusa az elmúlt hétvégén ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Karnagjuk a kezdetektől Szabó Sándor zenetanár, tárogató művész. Az evangélikus templomban megtartott ünnepi hangversenyen a kórus vendégeként vett részt a Lajosmizsei Városi Kamarakórus Berta István karnagy vezetésével. Tíz évvel ezelőtt egy kórházi szervezésű főnővéri kiránduláson fogalmazódott meg az ötlet, hogy alakuljon kórus a kórház dolgozóiból saját szórakoztatásukra és intézményük gazdagítására. Az együttes létrejött és 10 év óta töretlenül működik. A jubileumot ünneplő koncerten megjelent és beszédet mondott a fenntartó képviseletében dr. Gondos Miklós, a Bácskiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója, az est fővédnöke. Megjelent a hangversenyen Engert Jakabné alpolgármester asszony is, aki egészen a közelmúltig a kórház egyik vezetőjeként dolgozott. Az alakulás körülményeire a kórház ápolási igazgatója, Papszekeres Anita emlékezett vissza az ünnepségen. Az igazgató asszony röviden nyilatkozott műsorunknak is. Ez a kórus 10 évvel ezelőtt jött létre, alakítottuk meg a kis dalárdánkat, amatőr dalárdánkat annak idején. Az ötlet az úgy jött, hogy 2013 őszén egy főnővéri kirándulás során a buszban elkezdtünk énekelni. És nekem előtte is már nagy álmom volt, hogy ha dolgozni fogok, akkor egy olyan munkahelyen dolgozzak, ahol van lehetőség valamilyen kulturális feltöltődésre, éneklésre, hiszen én is énekkaros voltam középiskolában, és Szabó Sándor volt a kórusvezetőm. És a főiskolás éveim alatt ugyan megszakadt ez a kórus éneklés, de mindig szerettem volna, hogyha van egy ilyen lehetőség a munkahelyemen. És mivel a zöme a kórusosoknak, akik akkor kezdték a kórust velem együtt 10 évvel ezelőtt, középiskolai vagy évfolyamtársaim voltak, vagy akár osztálytársaim is voltak, így aztán nem volt nehéz a kórusépítés. Szabó Sándort váratlanul érte ugyan a megkeresés, de nem volt szíve elhárítani a kedves invitálást, bár már évtizedekkel korábban felhagyott a vezényléssel. 30 évig csöndbe voltam, nem volt kórusom, és hát olyan megtisztelő dolog volt, hogy 30 év után ezek a lányok bíztak abban, hogy én tudok még kórust csinálni, és ezért vállaltam el. Na most az elején azért nem voltunk abban biztosak, hogy maradunk-e népdalkör, vagy elmehetünk a több szólamúság felé. Hála Istennek, hogy a lányok vállalták, hogy jönnek és több szólamú műveket is énekelünk. Aki nem bírta, az elköszönt tőlünk békével, és jöttek újak, akik kórusmúlttal rendelkeznek. Nagyon sok olyan jött, aki már kottaolvasó is, belemertünk vágni nehéz művekbe is. A kórus létszáma mára a 30 fő közelében jár, orvosok, ápolók, adminisztratív dolgozók mellett ma már gyógyult betegek is vannak a tagok között. Akár a vegyeskari működést is megcélozhatnák, de Szabó Sándor nem törekszik erre, jó okkal. Én nem is tudok vegyeskart vezetni, mindig is női kart vezettem, és igazság szerint a férfiakkal mindig gond van. Na most nekünk önmagunkban is gondunk van, hiszen a kórház az azért egy olyan katonás szervezet, ahol szigorúan beosztott ügyelet van, és hát nem mindig tudnak a lányok se eljönni a próbára. Na most még pluszba a férfiakat kergetni, hogy gyertek próbálni, nem hiszem, hogy megérné. A kórus kezdetben valóban népdalcsokrokat énekelt, de az idők során, nem utolsó sorban a kar nagy ambíciózus terveinek következtében már hangversenyképes együttessé váltak. Ezt először Berta István, a Lajosmizsei Városi Kamarakórus vezetője vette észre, és küldött meghívást a Madrigálnak, közös fellépést ajánlva. Ennek viszonzásaként voltak most a jubileumi műsor vendégei, a lajosmizseiek. Néhány évvel ezelőtt Berta Pista és a Lajosmizsei Városi Vegyes Kar, Vegyes Kamarakórus meghívott bennünket, hogy énekeljünk együtt Lajosmizsén. És most ezt viszonozzuk, mert az egy nagyon nagy dolog volt, hogy ők fölfedezték, hogy a kórházban van egy ilyen kórus, és már hangversenyképes. A kórus illetékessége ma már messze túlterjed a kórház falain, számos helyen megfordultak és okoztak örömet éneklésükkel. Igen, jobban kinyílt a világ, hiszen voltunk már Gödön is például egy kórus találkozón, énekeltünk már az egyik munkatársunknak az esküvőjén is, volt egy nyugdíjas búcsúztató is, ahol énekeltünk, tehát nem csak a kórus rendezvényein, hanem egy szociális intézményben is énekeltünk Lajosmizsén. Énekeltünk már Gödön, énekeltünk Lajosmizsén, énekeltünk Ballószögben, Jánoshalmán, tehát azért elindultunk a kórház falain kívülre is. A kórusra, mint megbecsülendő értékre tekint a kórház vezetése is, a dolgozók is. Polgárjogot nyertek a saját intézményükben. Igen, abszolút. Főleg mióta ugye a legtöbb rendezvényünkön mi adjuk a kulturális hátteret, mint énekkar, így igen. Igazgatói feladat körét mennyire tudja összeegyeztetni a kórus jelentette elfoglaltságokkal? Mindig igyekszem úgy alakítani az elfoglaltságaimat, hogy a kórus próbákra eljussak. Nekem is nagyon sokat számít a mindennapokban, hogy együtt énekelhessek a kórussal. Mit jelent? Egyfajta feltöltődést, vagy milyen igény az ön életében az, hogy énekelni? Azt gondolom, hogy ez már gyerekkoromtól megvolt, hiszen én is mindig énekelgettem, akár édesanyámmal, akár az unokatestvéreimmel játék közben, és ez a mai napig egy hatalmas feltöltődést jelent, hogyha az embernek stresszesebb egy kicsit a napja, vagy jobban szorította a határidő, akkor egy kis lazulás is, egy kis feltöltődés is, kilépés a mindennapokból, hogy egy kicsit közösen énekelhessünk. A műsor keretében jelentette be a főigazgató, hogy a kórus egy támogató jóvoltából kapott egy elektromos zongorát munkája segítésére. A hangverseny műsora a tagok legkedveltebb kórus műveiből állt össze. A repertoárban madrigálok, motetták, magyar és külhoni szerzők kórusművei, egyházi művek, a cappella és zongora kíséretes művek egyaránt szerepeltek, amik mellett jól megfértek Elvis Presley vagy Louis Armstrong könnyű zenei átiratai is. A jó hangulatú koncert végén a közönség hosszasan ünnepelte a kórust és vezetőit, Szabó Sándor karnagyot és Szűsné Sátorhelyi Erzsébetet, aki a művek egy részéhez a zongora kíséretet adta.